Szeretettel köszöntöm az ideérkezőt a Szekszárdi Garai János Gimnáziumban. A gimnáziumunk az idén egy nagyon jeles évfordulót ünnepel, mégpedig 125 évesek lettünk. Tolna megyében elsőként itt alakult főgimnázium, azaz egy olyan gimnázium, amely már az 1895-96-os tanév óta az érettségi vizsgára készíti fel diákjait. A 125 év nagyon sok mindent magában foglal, korokat, időket, eszméket, és Szekszárdon pedig garaista családokat. Hiszen garaista családok nemzedékek alakultak ki itt ebben a városban. Ma is van olyan diákunk, sőt számtalan diákunk van, akiknek a szülei ezt az intézményt választották, nagyszülei, de még a dédszülei is ide jártak. A mai garai ennek a láncolatnak az eredményeként alakult ki, hiszen mindegyik diák, mindegyik osztály, mindegyik nemzedék valamiképpen nyomát hagyta az intézményen. És amilyenné ez a mai garai vált, az tulajdonképpen az előttünk lévő nemzedékeknek a munkája, az eredménye. A gimnázium mindig is híres volt a diákok felkészítéséről, érettségi vizsgára, majd később pedig már a felvételi vizsgára. Ezt ma is tesszük és végezzük, de teljesen más körülmények, lehetőségek és feltételek között. Ma a legfontosabb feladatunknak a tehetséggondozást tartjuk. Nagyon-nagyon sok tehetséges diákunk van, akiknek a számára a lehetőségek széles tárházát kínáljuk. Nem csak a tanulmányi területen, hanem a sportban és a művészetek terén is. Minősített tehetségműhelyként működünk, Tolna megyében egyedüliként. Létrehoztuk így a tehetséggondozásnak a különböző szervezeteit, intézményeit az intézményben is, akkreditált kiváló tehetségpontként, immáron harmadik alkalommal sikeresen véve az akkreditációt, készítjük fel a diákokat, illetve lehetőségeket kínálunk számukra. Mik ezek a lehetőségek? Mentori program keretében dolgoznak a tanárok az arra érdemes diákokkal, kutatócsoportok alakultak az intézményben, vagy éppen tehetségtáborok. És ahogy említettem, nem csak a tudásanyagot kívánjuk közvetíteni, hanem a sport szeretetét is. Diákjaink ott vannak az országos diákolimpiák döntőiben, de ugyanígy a művészetekben is. Egy intézmény akkor működik jól, ha közösséget is tud építeni. Az ideérkező diákok egyfajta közösséget alkotnak, elsőként osztályközösséget. És nagyon-nagyon fontos az, hogy jó közösségre leljenek, hiszen nagyon fontos 6, 5, illetve 4 évet töltenek nálunk, attól függően, hogy milyen osztálytípust választanak. Erre szolgálnak a közösségi rendezvények. A diák közösségeknek motiváltaknak kell lenniük, de segíteniük is kell egymást. És hogy miért jó garaisnak lenni? Egyrészt, mert a tudásnak a széles körét közvetítjük, tanulmányi területektől elkezdve, művészeteken át a sportig, és mert egy nagyon jó közösséget építettünk. Várunk minden érdeklődőt, és bízunk benne, hogy rövidesen, személyesen is találkozunk. Nézzék meg és lássák meg ezt a patinás intézményt. Szeretettel várunk mindenkit! Találkozunk a garaiban!